Szejkefürdő adott otthont Románia első miniatűr kiállításának, ahol apró házak és tárgyak között barangolhattak az érdeklődők. Noha az alkotások többsége már csak külföldön tekinthető meg, 8 makett továbbra is a mini erdélyi park látványvilágát gazdagítja. Kis zongora, apró asztal kis fehér székekkel, két kávé, virágcsokor és étlap, emellett zsúfolt bárpult, két bárszék. A kisfehér ajtón kilépve pedig kicsi tábla jelzi a kínálatot. Így néz ki az Ileana Sedean által elképzelt és megalkotott kávéház miniatűrmása. Ezen kívül közel 250 alkotás, például korhű konyha és hangulatos hálószoba, dolgozószoba és varrodai műhely pici világa tárult a nézők elé, akik meglátogatták az ország első miniatűr vásárát a Mini Erdély Parkban. De azoknak sem kell csüggedniük, akiknek a hétvégén nem volt lehetőségük megcsodálni az alkotásokat, hiszen a kiállított makettek közül néhány továbbra is látható lesz Szejkefürdőn, mondta híradónk érdeklődésére a kiállítás szervezője. 8 makett folyamatosan ki lesz állítva, realista ábrázolásra törekedtem az eredeti anyagok kicsinyített mását előállítani. A fa az legyen fa, a kerámia kerámia, mert ahhoz, hogy minél realistábbak legyenek, hűnek kell maradni az eredeti anyaghoz. Az ágy melletti papucs, az asztalon felvágott gyümölcs, a kisméretű tárgyak óriási precizitásról árulkodnak, minden lekicsinyített tárgy tökéletes képe a mindennapi eszközöknek. A rendezvény szervezője kiemelte, nagy öröm számára, hogy itthon is van érdeklődés a mini alkotások iránt, amelyek nagy részét már új helyszínen, külföldön tekinthetik meg az érdeklődők.